csinálja sátrainkat, téli bundájából pedig a takarókat és a mokaszínokat. Az apacsok két időségben játszódik, az egyik a 60-as évek, amikor játsszák az indiánt, majd azt is látjuk, hogy megfigyelik őket, zsarolással beszerveznek közülük egy besúgót. A történetet keretbe zárja a mai kor világa, amikor egy kuratóriumi ülésre látogatunk el egy filmforgatókönyv kapcsán. Amennyire tudom a darab szerzőitől, hogy igazából ez egy fikció, de felhasználtak olyan levéltári adatokat, amik gyakorlatilag egy valóságos gyökből fakad az egész történet. A Bereményi Géza Kovács Krisztina szerzőpáros darabja a szocializmus világából kiábrándult emberek felelős döntésének tragédiába torkolló történetét mutatja be. Akik időről időre kiköltöztek családostól a Bakonyba és megpróbáltak úgy élni, beszélni és gondolkodni, mint az indiánok, tisztán és egyszerűen, őszintén, valóságos erkölcsi normák mentén. Amikor voltam Veszprémben egy sajtótájékoztatón az apacsokkal kapcsolatban, oda jött hozzám egy újságíró, és azt mondta, hogy az ő tanára, aki Miskolcon volt, az feltehetőleg ez az ember volt. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ezek olyan archetípusok, vagy olyan felismerhető alakok, akire ráismerhetünk, vagy találkozhattunk vele. A darab színről színre megmutatja, hogyan szüntetik meg egy ember tartását, miként teszik tönkre a lelkét, közös közelmúltunk borzongató, minden erkölcsi normát felülíró, de nagyon is valóságos történetében.